A vad geszti bolond, aki meg akarja állítani az időkerekét. Legalábbis ezzel gyalázták ellenségeit. Barátai azonban a magyar politika megfontoltan haladó vezérének ismerték. De milyen ember volt Tisza István? Szabadelvű magyar, kálvinista nemes, hazánk elhivatott miniszterelnöke, aki vallotta, hogy a világban lehetetlen a teljes egyenlőség, bármit is ígérnek a kor forradalmárai. Tisza 1861. április 22-én született Pesten. A debreceni református kollégium elvégzése után jogi és közgazdasági tanulmányokat folytatott. Ezt követően a család birtokán gazdálkodott. Törődött alkalmazottaival, fejlesztette az egészségügyi ellátásukat, és óvodát is alapított nekik. Nem kedvelte a kávéházakat és a nemesi világ zajos életvitelét. Ha tehette, inkább olvasott vagy kikapcsolódásként lovagolt. Világos küldetés tudatú karakter volt, aki nem a politikából akart élni, hanem a nemzetéért a politika által. Úgy gondolta, hogy a nemzet olyan cél, amely felett magasabb célt hazafi nem ismerhet. De milyen kihívások érték politikusként? A kiindulópont az, hogy a monarchia részeként a kiegyezés utáni Magyarország egy sok nemzetiségű és egyenlőtlen társadalom volt, amelyet nem a polgári, hanem a paraszti világ dominált. A kiegyezés kérdésben Tisza Kosut helyett Deákkal értett egyet, hiszen felismerte, hogy a dualista monarchia fennmaradása nemzeti érdek. Ez a nézete nem hozta könnyű helyzetbe. Az osztrák centralisták Bécsben ugyanis magyar nacionalistának bélyegezték, a magyar függetlenségiek pedig Pesten a hazáját az osztrákoknak kiárusító politikusnak tartották. Tiszát a király szerette, a trónörökös viszont gyűlölte, mert mindig kész volt okosan védelmezni a magyar érdeket. A szenvedély akkor sem volt idegen a politikától. Ezt bizonyítja, hogy Tisza többször párbajozni kényszerült, Károlyi Mihályt például csúnyán megverte. De az is előfordult, hogy egy vita után rájöttek a parlamentben. Tisza erős kezű vezető volt, aki veszélyesnek látta a radikális baloldalt. Keményen fellépett az országos vasúti sztrájkkal szemben, és Biharban elfolytatta a szocialisták által szervezett Gazdaság Gazdaságpolitikáját csak egy dogma jellemezte. Azt kell tenni, ami az ország gazdasági fejlődése szempontjából előnyös. Korának legfontosabb kérdései viszont az általános választójog és a nagybirtok problémái körül forogtak. Nem volt kétsége afelől, hogy a világ a demokrácia eszméje felé halad, mégis elutasította az általános választójogot, mert tartott attól, hogy a radikálisok könnyen a magyar állam egysége ellen fordíthatják a nemzetiségeket és a szegényebb néprétegeket. Úgy gondolta, hogy a történelmi arisztokráciát nem lehet azonnali demokratizálással pótolni. A lassú haladásban hitt, a kiterjesztés előtt ezért az iskolahálózatot akarta fejleszteni az egyházakkal együttműködésben. Sok ideje nem volt a reformokra, hiszen Európa felett már komor fellegek gyülekeztek. Bár támogatta a haderő fejlesztését, kezdetben egyedül ő utasította el a szerbia elleni katonai akciót. Úgy gondolta, hogy a terjeszkedő külpolitika veszélyes. Végül a szövetséges németek nyomására beleegyezett a támadás megindításába. 1917-ben lemondott, hogy a fronton csatlakozzon a honvédekhez. Egyre többen okolták a háborúért. Életében összesen négy merényletet követtek el ellene, az utolsó sikerrel járt. 1918. október 31-én Ismeretlen tettesek otthonában végeztek vele. A gróf utolsó szavai ezek voltak. Ennek így kellett történnie. Ha tetszett a videó, iratkozz fel az Axioma YouTube csatornájára.